vádemelési javaslat Csepeli sportingatlannal kapcsolatban a rendőrség hűtlen kezelés gyanít egy bérleti díj fizetése nélkül évekig használt sportletesítmény szerződésével kapcsolatban, illetve szerződésnek hiánya miatt. A képbe kerületi szocialista képviselők kerültek, német Szilárd Fideszes polgármester a károkozók vagyonának zárolását is el akarta érni már tavaly. Ő most a vendégünk a 21. kerület sportügyeiben. Hát egy kriminális nyitánya, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És polgármester nézzük meg, hogy pontosan miről szól ez a történet. Ugye itt kettő 2007-től 2011-ig nem fizettek egy, egy sportlétesítményért. És ugye az a kérdés, hogy, hogy hát, mi történt ezt? Egy, egy kicsit világítsuk meg. Még 1991-ig vissza kell mennünk. Na, ott, ott kezdődik ez a sztorija. <laughs> minden ott kezdődik sajnos Csepelen. Akkor hozták létre a Csepeles C alapítványt is, de ez attól független, Valójában azonban nem teljes egészében, mert ugyanaz a forgatókönyv, ugyanaz az algoritmus írható le ebben az esetben is. Ez a Csepeli Ifjú Munkásport Egyesület, amely hozzájutott ehhez a két ingatlanhoz minimális bérleti jogér, akkor ugye a, akkor már felmenőben volt ez a testépítés, hozzájutott mindenféle eszközökhöz, amelyek egyébként előtte köztulajdonban vagy a Csepelesci tulajdonában voltak, és elindult a haverok fantabuli, nem tudom másképp elmondani ezt a történetet, mentes a szekér rendesen, bármit csinálhattak ezen a területen, gyakorlatilag parkolóhelyeket alakítottak ki az önkormányzat engedélye nélkül, ott éjszaka parkoltak autók, tehát ment a pénzcsinálás, én azt látom. Ez ilyen kicsi buli, kicsi üzlet, de azért ez nem, nem rossz üzlet. 2007-ben odáig fajult a történet, hogy már azt a minimális bérleti díjat, amit addig fizettek. A mennyi volt egyébként az a minimális, amit addig fizettek? Hát én meg nem tudom mondani, de pontosan mennyi, de olyan, olyan 10 ezer forint lehetett havonta maximum a bérleti díj, több száz négyzetméteres ingatlanért, és, és több ezer négyzetméteres kertér. Tehát Te ez önmag... ilyen tízezes nagyságrend. Önmagában, hát a... ugye ez, ezt az ingatlant, hogyha ha kiadnánk, akkor ezért százezeres nagyságrendet, több százezes nagyságrendet lehetne bérleti díjként havonta havonta felszámolni. Egyébként azért is olyan kicsi a rendőrség által megjelölt károkozás. Ez a másik Mert a uh -huh. 1,2%-a. Mert, mert, mert a, a, ahhoz a bérleti díhoz mérik, a nem tudom, 20 évvel ezelőtti bérleti díhoz mérik a károkozást. És 2007-ben 2007 odáig fajult a történet, hogy már ezt a bérleti díjat se kellett fizetni, mert az akkori <kül> vagyonkezelőnek a vezérigazgatója valamilyen formában úgy döntött, hogy nincs erre szükség. Úgyhogy eljátszották azt is még, hogy többször írtak neki, hogy mégis kellene valami szerződés, hogy legyen, hogy tiszta ügy legyen. Mármint, az, hogy, a, mármint hogy, ki írt kinek, mármint, hogy az Egyesület. A csisének az elnöke írt a, uh -huh. a vezérigazgatónak, akkor a... arra nem jött válasz, az ott eltűnt az hát a Nem el, így annyi a... dolga volt, hogy elfelejtette, vagy... Hát én, én, még egyszer mondom, tehát nem szeretnék elébe menni az ítéletnek, de hát azért ez nem így üzemel ez a történet. Hiába írnak a vezérigazgatónak levelet, az ott egy rendszeren kell, hogy keresztül menjen. Ugye jön az iktatóba, az iktatóba szétnyomják, a vezérigazgató titkássága megkapja, utána megkapják a felelősök ezt a levelet. Tehát ez, ez ennél bonyolultabb, mint hogy ilyen egyszerűen le tudjuk írni. Szóval négy éven keresztül nem fizettek, és én akkor elindítottam ezt a vizsgálatot. Ez egyébként ezt akkor, ugye már polgármester volt, akkor egy jó néhány akkor észlelte, hogy... Igen, a... így van, így van pont. Hát amikor ezen kívül még nagyon sok ügy volt, tehát gyakorlatilag ez az egyik legkisebb ügy, ebben a helyzetben, és a személyek azok nagyjából ugyanazok. Ja, értem. És sportos ügyek is voltak még? Sportos ügyek is vannak természetesen. Sajnos nem tudok arról beszámolni, hogy a Csepel sportja olyan magasságokban lenne, mint a 60-as, 70-es években. 72-ben, amikor megkapta a reflektorokat a Csepeli pálya, ugye a Müncheni olimpiai évében, és akkor volt épp 60 éves a Csepel SC, 12-ben alapították. A századik évfordulóra már csak egy gyenge emlékezőülése tellett, a, a, a régi szép időkre emlékeztek idős úgyhogy gyakorlatilag tönkretették Csepelen a sportot. Ez, ez csak két a, dolgot mondok, tehát a... Ez, ez hogyan zajlott? Tehát mi ennek a... Ez az is 91-re kell visszamenni. Az, az ön meglátása, mi a természetrajza ennek a lepusztulás. A lopás, tehát ez, ez ezzel az egy szóval... Hogy például lehet. a sportlétesítményeket, meg minden azzal kapcsolatosan... Lenyújták így... gátlástalanul, az egészet lenyúlták, tönkretették, eladták egy jelentős részét, felélték, kimenekítették magánvagyonokba, de a lehető, a legdurvább az 2005-ben volt, amikor a Podolák György országgyűlési képviselő volt az elnöke az alapítványnak, és úgy adta át egy offshore cégnek az alapítványt, hogy tessék, erről se írás, semmi nincs. Van egy kuratóriumi döntés, egy egymondatos kuratóriumi döntés, hogy már pedig ők most átadják ennek a cégnek, a bíróság kétszer nem jegyezte be, harmadszor akkor egy másik csepeli országgyűlési képviselő épp igazságügyi államtitkár volt, semmi összefüggést nem látok a kettő között, csak úgy megemlítem, hogy egy ilyen időszakban voltunk. A legfelsőbb bíróság kollégiuma gyakorlatilag hozott egy olyan döntést, amivel be kellett jegyezni, hogy ez az offshore cég megkapja a csepelás cél még maradék vagyonát. Tehát itt szállodákat nyújtak le, vívótermeket, kihasítottak benzinkútnak egy területet ebből a, ebből a sportlétesítményből, és most még maradt három sportlétesítmény, mindegyiknek a tulajdonjoga, tehát az alapítói jog, az egy offshore cégnél van, ez a béketéri telep, ott ugye a labdarúgó stadion és a hozzátartozó nehéz atlétikai csarnok, atlétikai csarnok, legatyásítva a végtelenségig, nem fűtik, de, de akkor ott az ott tartunk, hogy az önkormányzat az birtokon kívül van. hogy Az mondja, önkormányzat a nagyon régóta birtokon kívül van. illetően. Megcsinálták azt az elvtársak előttem, hogy ugye ők tagja voltak a kuratóriumnak és a felügyelőbizottságnak. Kiléptek a, a politikusok a kuratóriumban és a felügyelőbizottságból ez a helyzet, én rengeteg ügyészségi megkeresést, feljelentést, vizsgálatot indítottam el, valamilyen oknál fogva az ügyészséget ez nem nagyon izgatta, mindig azt a választ kaptam, hogy ez egy magántulajdon, magánemberek hozták létre, azt csinálnak itt, amit akarnak, semmi közem hozzá. Na most én ezt nem tudom elfogadni, nem is fogom elfogadni. Én az út, bocsása, olyan nem? javaslatot is Igen? tettem, hogy én először az, az volt a javaslatom, hogy szeretném, hogyha ez közösségi tulajdonba kerülne, és megóvhatnánk a jövőnek. A másik javaslatom pedig az volt, hogy az önkormányzat szívesen beszállna a fejlesztésbe, tudnánk is némi pénzt mozdítani, én azt hiszem, mert a gazdálkodást az elmúlt két és fél évben megerősítettük, például pluszos az önkormányzatunk költségvetése 20 hány év után, mármint a működési költségvetése ebben az évben. Nos, tehát tudnánk pénzeket mozgatni, de én akkor pontosan szeretném tudni, hogy mi zajlik. Szeretném, hogyha az önkormányzat a... a, a hát belelátna Hát zúdva. egyrészt a kuratóriumban mondjuk minimum egy egyharmaddal jelen lenne, és a felügyelő bizottságot is létre kéne hozni, ahol viszont az önkormányzat vezetné a, a, felügyeletet. Na, ez nem sikerült összehozni. Tehát nagyon messzire mentem már a, a kérdésben. Tehát nem azt mondtam, hogy önkormányzati tulajdon legyen, hanem legyen egy önkormányzati kontroll, és akkor el lehet indulni, mind a mai napig nem történik ebben az ügyben semmi, mert nem ez a cél. Tehát Most az nem utolsó... az a cél, hogy, hogy itt sport legyen uh -huh. ebben, a, ebben a, ezekben az ingatlanokban, hanem ezeket valamilyen úton módon el kell adni. Van még két ingatlan a Dunaparton, az egyik az evezős telep, az nagyon értékes. A szerencsére bejegyzés alatt van 2017-ig, az előző <coughs> Orbán kormány adta az alapítványnak, adta az alapítványnak, hogy foglalkozzon, akkor még ugye nem ez az offshore hátterű történet volt, hogy hogy az evezéssel is tudjon foglalkozni, és az evezés hasznára tudja hasznosítani ezt a területet, és van a másik, a Kajakkenú telep, ez mind a kettő a Kisduna parton van. Hát és ott lehet, hogy most lesznek fejlesztések, sőt... Összetetszik keverni a amelyik szintén a kis Dunapartonban a volt MTK-s telep, az lett a központja mm -hmm. a Kajakkenusoknak, Úgyhogy a nagy csepeli kenusról azt nevezték el. Azt mondja meg, hogy az utolsó hír az az volt Cseperről, hogy a patinás és tradicionális röplabda is összenyek lett. Minden, minden, minden összenyek lett, én azt látom, mindenki... Ezzel se tud mit kezdeni? Nem tudok vele mit kezdeni, mert az önkormányzatnak szerintem, tehát én úgy látom, hogy nem az a feladat, hogy egyes sportágakat kinézzen, és azokba valamilyen önkormányzati pénzt dugdosson ilyen körülmények között. Uh -huh. Az a pénz, amit az egyesületeknek juttattunk, azok a pénzek előbb-utóbb az alapítványnál kerültek, alapítványhoz kerültek mert az alapítvány tulajdonában vannak azok az edzőtermek, azok a helyiségek, amelyeket használnak ezek az egyesületek. Ez még bonyolultabb, mert 99-ben kellett szétszedni a Csepel sc -t. ugye a Csepel SC fölhalmozott másfél milliárd köztartozást és ha fölhalmozott másfél milliárd köztartozást, azon úgy tudtak kibújni. Én szerintem ez fölveti a bűncselekmény gyanúját, de ezt ítéljék meg mások, ez már régen volt, akkor kellett volna ebben az ügyben motorozni. Uh, úgy, hogy egyszerűen megszüntették a Csepeles c mint jogi szemét, és létrejött belőle tíz egyesület, a régi szakosztályok, azok a szakosztályok, amelyek egyébként patinásan működtek, többek közt a birkozók, ahol én is edzettem, és ők egyesületi vagy KFT formában üzemelnek. És az alapítványtól bérlik a, a helyiségeket, az edzőtermeket. Most én azt gondolom, hogy ha én odadom ezt a pénzt, ez a közpénzt, úgy azt ítéljük hogy ezt a közpénzt bármire föl lehet használni, akkor ez vissza fog csorogni előbb-utóbb az alapítványhoz. Tehát én nem szeretnék offshore cégeket támogatni se uh -huh. így se úgy, nem is fogok egyébként, ö, ö, közpénznek nincs ott a helye. Ez, ez, valójában, ez a sport, ez a sportlétesítmény, amit létrejött, ezt a csepeliek hozták létre. Egy Weiss Manfred nevű báró volt, aki ezt az egészet támogatta, felkarolta. Egy olyan tőkés ember volt, aki hihetetlen nagy szociális érzékenységgel, nem csak kórházat, nem csak munkás otthont teremtett a sport. valósainak, hanem sportot is. És ő megtehette, és erre odatta a pénzt. Ezt egyébként a folyamatosan, mind 1945 előtt, mind 45 után hosszú ideig a, a, az emberek maguk érezték, maguk fejlesztették. Az én apám hegesztette például a kerítés egy részét. És én erre nagyon, na, nagyon büszke vagyok. És ezt sikerült teljes egészében legyalázni. Tehát milyen üzenet ez a Csepeliek felé, hogy azt csinálunk, amit akarunk egy ilyen ingatlannal. És egyébként meg a sport bajban van. És azt lehet kiabálni, hogy a sport azért van bajban, mert az, az új polgármester nem adja oda a pénzt, amit eddig odaadtak. Majdnem egy milliárd forintot nyomott bele az önkormányzat előző vezetése a csepelesci alapítványban. Hol a pénz? Szeretném megkérdezni, hol van a pénz? Mert hogy az működésre nem kellett, az egészen biztos. Polgármester úr, a végére értünk, de szerintem még ezt folytatni fogjuk, minden eset birkózást a Csepeli Sportér. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen. Hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.